Két személyautó autó ütközött 2016. Október 24-én a délelőtti órákban Török Szent Miklóson, a Kossuth -Lajos út és a Hunyadi utca kereszteződésénél lévő gyalogos átkelőhelynél. A szemtanúk elmondása szerint az előhaladó haladó autó a zebránál át akart engedni, egy arra közlekedő gyalogost ezért lelassított, a mögötte haladó autós ezt nem észlelte és neki ütközött. A balesetben az egyik autósofőrjét kivizsgálásra a Szolnoki Hetényi Géza kórházba szállították. A helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.